Tisztelt jelenlévők! Megtisztelő a feladat, hogy én lehetek az, aki egy néhány gondolatban összefoglalja a már eddig hallottakat. 1944 őszén Kárpátalján tragikus események történtek. A 18 és 50 év kor közötti magyar és német férfi lakosságot hurcolták el a 3 napig tartó újjáépítési munkálatokra, a Málenki robotra. Az otthon maradt családtagok fájó szívvel vehették tudomásul 3 nap után, hogy nem látják viszont szeretteiket, apáikat, férjeiket, nagyszüleiket. Menetoszlopokban hajtották végig az embereket a gyűjtőtáborok felé. Ott embertelen, minden katonai egyezményt megszegő bánásmódban volt részük. A rossz ivóvíz, nem megfelelő élelmiszer, tisztálkodási körülmények és az ezek okozta járványok naponta százával szedték áldozataikat a gyűjtőtáborokban, a már amúgy is meggyűjtött emberekből. Számos kérelem és beadvány is született az otthon maradottak részéről, hogy engedjék haza őket, de ezek nem találtak meghallgatásra. Ma minden kárpátaljai településen, magyar lakta településen emlékművek állnak ezeknek a mártíroknak az emlékére. Itt róhatja le kegyeletét minden hozzátartozó és megemlékező. Szülőfalumban Szernyén 204 férfi esett áldozatul, 34 család hiába várta viszont szeretteit. Ahogyan a Bibliában Pál rómaiakhoz írt levelében fogalmaz, szüntelenül megemlékezem rólatok imádságaimban. Tegyük ezt mi is. Köszönöm.